Ha szeretnél menő és olcsó játékokat, akkor csekkoljátok le a g2.com-ot, a link a leírásban. Sziasztok! Csekkoljátok le most a shopomat a különleges PGT és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Sziasztok srácok, Kisnek nyit egy új csatornája a leírás legfelsőbben, megtaláljátok, ott találkozunk. Szivatni kist, ugyanis bizony egy szegény kis megpróbált csinálni egy büfét, viszont ő is rettentő sokszor szétszivatott minket. Szóval viszont vissza fogja kapni, ahogy csak tudja. Hogyha tetszik a videó, akkor pedig viszont dobjatok egy lájkot a harmadik másodpercre, amit ki fogok majd mondani, vagy harmadik számra, amit ki fogok majd mondani. A lényeg, hogy 1, 2, 3 és bum, most mindenki dobjon egy lájkot, akinek tetszeni fog a videó, meg aki igazi danista, és iratkozzatok is fel, légy szíves a csatornámra, mert nézzem meg a 20-ig, amíg nincsen feliratkozva, szóval, ja, na, de vágjunk is bele, gyorsan, és igen, Kisnek van egy új csatornája, ami a leírás legfelsőbe ott lesz. Na, vágjunk bele akkor a dolgokba. Ott van Kisnek, ám a büfős kocsija, így is van. Na, nézzük meg, hogy vajon mit tudok tenni. Elsősorban szerintem nem ártana bevenni valami láthatatlanság potit, hogy mégiscsak ne lásson minket. Szóval, láthatatlanság 8 perces, tökéletes. Oké, és szépen trollkodjuk szét. Na nézzük, hogy vajon mit csinál. Csak itt áll. Kis büfé, olcsó és finom. Minden 100 forint, kivéve a hús, az 10 000. Az igen. Na, jöjjön már venni, Istenem. Elegem van. Senki nem akar szakintől venni. Na jó, van. Esetleg van, ott fehér köpenybe, vagy mi ez? Jajaj. Mi? Oké. Okay. Csak nem lesz neki feltűnő, hogy bejöttem. Oké, és... Na! Ujjaj. Valaki okay. Szeretne jönni? Mi lenne, hogyha leraknánk egy kis vizet? Kis, ugye hát a kutyák, meg mindenki általában azért nem szeretik annyira vizet, szóval... Hé, maga! Nem szeretne venni. Komolyan betúszol ide egy vásárlót? Ez nem fog sikerülni. Mit csinál? Mit csinál? Vegyél! Most... Vegyél! Oké. Okay. Jól van, igazából nem tudom. Aha. Mi lenne, hogyha kivennénk a húst? Jó napot kívánok! Venni akarsz valamit? Kivettem az összes húst. Na, akkor menjél ki! Menjél! Én voltam! Jaj, szegény falusi! Menj ki! Nagy orrod van! Jaj! Jaj, véletlen volt. Ne rongáld. Na, jó, oké, azt mondja, hogy ő volt, azt mondja, hogy ő volt. Jó? Nagyon nagy gondok lesznek. Jó, az is ő volt, eskü. Na? Húst valaki, nézzétek ilyen. Szegény falusi, nem akar kimenni, na várjátok ki. Toljuk neki addig. Jó. Mi? Hova? Mi? Jaj. Oké, okay. Nem láttál semmit, kis? Nem láttál? Jaj, most a húst keresi, hogy hova tűnt a hús. Jó, hal is jó lesz. Ilyen húst adok, aki felmerik venni, az ki is kell fizetnie. Nem! Azt hittem, hogy ki fog égni, hogy ezért... Na figyeljtek, fogjuk rá egy falusra, hogy mondjuk ő volt. Nézzétek, dobjuk ide neki az összes ellopott húst. Na nézzük, hogy vajon észre fog-e neki na, tűnni, hogy ott van az összes hús. Valaki esetleg ilyen húsít? Jó, van, oké. Okay. Na. Feltűn neki. Jó napot kívánok! Tudná esetleg magyarázatot adni ezekre? Beszéljünk érte! Jó napot! Adja vissza! A húsomat! Miért? Kifizette esetleg? Mutasson már egy számlát, vagy egy nyitát! Kifizettem, esküszöm! Adja nálam vissza! Nálam vette? Nem, én ezt találtam, eskü itt volt! Itt volt? Oké, okay, akkor most már az enyém, bocsi! Nézzétek meg, milyen izé elveszi! Haj, na jó van. Oké, okay, nem baj. Várjátok, van egy nagyon nagyon ötletem. Mi lenne, ha bemennénk kisnek a ládája alá, itt kezd kijutnénk, leraknánk ide egy tölcsért, és csak szépen itt venne észre, hogy egyszer csak így bum, így kezdenek kijönni bizonyám a cuccok a ládájából. Szegény! Na, valaki! Vegye már valamit, esküszöm, most már elegem van. Jaj. Oké. Okay. Oké. Okay. Na. Kettő választásra van. Vagy vesz, vagy halál. Jaj, Istenem. Jó? Jaj. Valaki. Oda kell raknom egy chestet. Azt hiszem, ugye? Aha, igen. Oda is egyet? Nem, azt meg oda. Jó. Oké. Okay.
100 forintosokból sok van. Jó, oké, okay, nem fogja ezt venni. Ma mit tudnék venni? Na, hogyha belenéz a baloldali csezve, akkor szépen lassan jön neki belőle. Mi? Jajaj! Jajaj! Haló! Mi? Ki veszi? Ne! Haló! Ez micsoda? Ez ki csinál? Jó. Jaj, ne, észrevette! Ez mi? Kettő répa? Oké. Oké, okay, na várjátok, van ja, egy jobb ötletem. Ja, sok pénzem. Itt lesz egy csapdaláda. Ó, Istenem, hát szegény. Na jó, oké. Okay. Figyeljetek. Hol van Dani? Szólok neki, csináljon még hús. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Okay. Dani, éhes vagyok, kéne hús, esküdöm, eladom a büfébe. Ingyen húsi. Oké, okay. És rakok bele, mit tudom én, rakok bele egy könyvet, amire az, amiben az lesz beleírva, hogy megszívtad. Oké, okay, jól van. Jaj, nem most! Dani. Istenem, de buta voltam. Dani. Ne, jó, oké, okay, nem robbant fel. Mi volt? Jó, oké. Okay. Várjátok. Haló, ki robbantott, maga volt? Jaj, oké. Okay. Jól van, jó. Amint megtalálja akkor a izét. Aha. Gyere. Ide dobok egy csontot, ezt fel fogja csinálnia. Jó, gyerünk csont! Ó! Igen, húsi! Na, nyisd ki! Aha. Nyisd ki! Igen, húsi! Gyerünk! Ingyen húsi! Gyerünk, nyisd már ki! El kell, hogy olvassa a könyvet, el kell, hogy olvassa. Nem vennéd ki helyettem? Még több csont! Még több csont! Jó, körbe dobálom húsra, hogy elhiggye! Hús. Na, már esik ki, a ládából az ingyen hús. Na, hát nem kell maga ide. Na, menjen innen el. Jó, oké. Okay. Jó, kicsit lökjük arra. Megszívtad. Te ki vagy? De amúgy azért megmentettem az életét, tehát arrébb lögtem. Tehát azért jó gazda vagyok. Na, olvassuk el. Te ki vagy? A hús szelleme. Maga volt az? Itt adja a könyv. Vissza. A könyv. Adja vissza. Ott a könyv. Ott a könyv. Adja vissza. Na. Adja vissza. Mi a bajod? Mi a bajom most a szegény falusival? Nyugalom. Nyugalom. Miért robbantottál, ha? Nem én voltam eskü. Ott a könyv, olvasd el, valaki oda dobta neked. Ja? A hús szelleme. Mi? Na. Na. Erre válaszolj, nagy. Hús szelleme! Mi az? Mi vegetáriánus vagy? Vajá. Ha eszel... 17 kufér egy emlát. Életedben, akkor véged. Jó, oké, okay, ezt adjuk oda vissza neki. Na gyerünk, olvasd el! Mi, ha eszel húst az életedben, akkor véged. És látod? Bám, bám, bám! De te nem vagy normális szellem! Nem ehetsz több húst! Na, gyerünk! Nem ehetsz több húst! De akarok enni húst! Nem eszek! Tényleg nem eszik amúgy? Kíváncsi vagyok, hogy meddig tudja betartani. Nézzük meg! Na. Ide eldobok 64 húst, olyan érdekli. Aki szeretném esetleg mondjuk úgy venni húsit tőlem, az jöjjön. De miért nem érdekli? Itt van 64 húst, nézzük, hogy tényleg megváltozott te, vagy csak hazudott. Jó, közben gyorsan adjunk már még egy potit. Ez az, végre van egy kis húsi? Hazudott! Jó van, oké. Hazudtál! Mit láttál tőlem, én kis vagy? Aha! Ne! A büfém! Jó, megmentem. Megmentettem a büféjét. Nem fogom felmondni a szegénynek. Nem értem, hogy te ellenem vagy velem vagy. Nem foglak bántani, ha visszahozod az összes húst. Aha, persze. Te itt. Add ide az összes húst. Halló, adjál békén.
Felrobbantalak! Fel fogsz robbanni? Nem hiszem, nem akarok felrobbanni. Na jó, hát ő akarta, bosszú. Jó. Tudod mit, kedves húsz szelleme? Ez kap ki. De mi a baja? Na, erre válaszoljál, na. Ha ti megyek és cselekszek. Mi az? A gazdám végez veled? Na, milyen a gyors. Na, Dani. Szegény. Dani. Jaj. Oké, okay, várjátok. Gyors, veszek egy kis tejet. Hol vagy? Igen, szia, hello, mondjad. Hello. Nem tudom, látod, de ugye ott a büfészkocsi. Igen. És hogy valami, nem tudom, valami buta ember, aki azt mondja, hogy a hús istene, bár én azt nem hiszem annyira el, felrobbantotta. Aha, értem. Toljál már neki, hogy állítsa le magát, mert hogy ezért, mit vissza? Akkor még ezt az üzenetet se kapod. Na mi az? Oké. Maradjál itt, jó? Oké, bemegyek. De te is megszívottál egy csomószor! Tegyél még ide egy reszton fákját? Nem. Nem. Te. Nem. Jó, Isten. Oké, megoldom akkor. Kis, nyugi. Ja, figyelj. Én nyugodt vagyok, teljesen. Nézd, figyelj, kis. Nézd ide. Kell. Aha, most hát attól függ mennyi. Hát mondjuk 64. 64. Dob ki. Kidobom, de akkor lenyugodsz, és nem robbangatsz meg ilyenek. Ja, az nem volt feltétel. Na. Jó, de nem! Nem! Nem. Legyen még mondjuk 264 húsz, és megegyeztünk. Tessék, oké. Okay. Jól van, és nem robbantasz. Hát, tökre megéri. Oké, okay, de megyek eladni, és azt mondom, hogy én szüzöttem. Jó van, oké, szia, na jó van, srácok! És hát hova megyek eladni? Majd az út szélén. Na jó van, srácok, köszönöm, hogy tudtuk meg ebben a videóban, hogy tetszettek, hogy legyen fel a csatornákra, mert minden, és kisnek ugye van egy csatornája, a kis kalandjai. Szóval ne felejtsd el feliratkozni, Andrei esetleg felsorában ott van, meg ilyenek, és akkor a következő videó kezdődik a... melyik csatornám? Mondjuk a Dani Minecrafton, nem tudom. Vagy a Dani Kalandon, nem tudom. Nem tudom, valahol kezdődik. Sziasztok!